A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy Kertész Imre idézettel vezetném fel ezt a beszélgetést. Ő úgy fogalmazott, az emlékeket vállaló utódok, akik befogadják, és etikai tekintetben is továbbviszik az áthagyományozódott információkat, nagy terhet vesznek magukra, vállat roskasztó szellemi feladatot. És hát ez a felvezetés voltak éppen arról szól, hogy a Székesfehérvári Balettszínház május 19-én a holokauszt 80. évfordulója alkalmában mutatja be Egerházi Attila rendezésében, koreografálásával ezt az új darabot. Tisztelettel köszöntelek vendégem, természetesen Egerházi Attila. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Szóval ez egy komoly gondolat Kertész Imrétől, mert azt hiszem, hogy aki a holokausztról szeretne alkotni, tehát művészi teljesítménnyel kifejezni mindazt, amit a holokausztról gondolnunk kell ebben esetben 80 esztendő múltán, és teszi ezt táncnyelven, az azt hiszem, hogy egy rendkívül komoly feladatot vállal magára. Honnét jött a gondolat, hogy ezt megvalósítsátok? Én azt gondolom, hogy a holokausztról rendre nem az, hogy szerettem volna beszélnem, kell, hogy beszéljünk. És ez egy apropó, mégpedig egy nagyon kiváló apropó, hogy ugye 80 éve történt ez a borzalom, és a téma régóta foglalkoztatott egyébként engem. Én készítettem egy padödőt, akkor, amikor a Schindler listája című film, nagy sikerű film kijött, és annak csodálatos betét zenéjére én készítettem annó opera, két kiváló operaházi művésznek, szólistáknak, Wolf Katalinnak és Venekei Mariannak egy duettet. Tehát engem ez már régóta foglalkoztatott. De a felkérés az tulajdonképpen a Mazsihisz újonnan kinevezett elnökétől jött, Grósz Andortól, aki egyébként nekem hát nagyon régóta, szabad azt mondom, barátom, közel majd 20 éve. Ő egyébként bábáskodott a Székesfehérvári Balettszínház létrejöttében is, tehát ez őnek is az érdeme, és ismét most ott vagyunk, hogy ez a bemutató is, mint ötletgazda, ha szabad így fogalmazni, az ő érdeme, hiszen ő kért fel bennünket, személy szerint engem, hogy készítsek egy táncszínházi produkciót. Nagyon kiváló, majd nyilván erről is majd szótejtünk, nagyon kiváló alkotótársakkal. Ugye te úgy fogalmaztál, hogy a produkció alapvető célja a költészet erejével, valamint a színházművészet eszközeivel emlékezni és emlékeztetni. Ez ugye az emlékezni és az emlékeztetniről beszélünk. Az egyik oldalon emlékezni kötelességünk, én azt hiszem. Egy ilyen évfordulón pedig mindannyiunk érdekében, és nem csak a székesfehérváriakra vonatkozik ez, hiszen itt is volt áldozat bőségesen, hanem a teljes világra, vagy akár Magyarországra, vagy a teljes világra. Viszont emlékeztetni rendkívül felelősség és kihívás. Táncszínházi művel én azt hiszem, hogy ez egy újdonság erejével hat abban az értelemben, hogy kortárs táncszínház és hosszú idő telt el azóta, és tehát ehhez kell egy olyan táncszínházi mű, amit a befogadó nézők is elismerően azt mondják, vagy elgondolkodnak, hogy igen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az alapokról már beszéltél, és akkor most egy kicsit beszéljünk erről az alkotásról. Hát maga a táncszínház ugye a testbeszéden, a legősibb nyelven, kommunikációs nyelven fogalmaz. Én beszéltem több holokauszt túlélővel, és szinte mindegyikük azt kiemelte, hogy a családjukba, ahol ugye áldozatokat szedett a holokauszt, nem tudtak róla beszélni. Nem is az, hogy nem akartak, talán nem is akartak, de nem is tudtak. Nem tudtak szavakba önteni ezt a borzalmat. Ezt legkönnyebben a művészet erejével lehet, ami egyébként gyógyító hatású.
mindenfajta művészet. De a testbeszéd pont ez a lényege, hogy olyan dolgokat tud kifejezni, képes kifejezni, karöltve a zenével, amit szavakban nem lehet önteni. Tehát lehet beszélni a holokausztról, de ha igazán a mélyére akarunk menni, az, hogy hogy érintette ez az áldozatokat, és az áldozatok hozzátartozóit, és aztán az egész társadalmat, és nem csak a zsidóságról beszélek, hiszen ez, most maradjunk hazánkba, én ezt az egész nemzet tragédiájának érzem, és erről a leginkább, leghitelesebben művészi eszközökkel a tánc és a zene nyelvén lehet fogalmazni. Tehát ahogy mondtad, ez nem egy történelmi leporelló. Nem, ez nem egy történelmi leporelló, hanem egy olyan összművészet, amiben karöltve van jelen a táncművészet, a zeneművészet, az irodalom és média munka, tehát egy nagyon komoly összművészetről beszélünk, és hagyj említsem meg alkotótársaimat, mert a zenemű is egy eredeti, erre a produkcióra íródott zenemű, mégpedig Födő Sándor kiváló zeneszerző írta ezt a művet, egy nagyon erőteljes zenéről beszélünk, nagyon eklektikus és nagyon erőteljes zene, amire hát szárnyalni tudtam. Egyébként a librettót is magam jegyzem, tehát egy szürreális látomás, de nem szeretném leszpoilerezni a darabot. Világos, tehát megnézni. Rendező, koreográfus és a libretto is a tiéd. És hát olyan alkotótársam is részt vett ebbe a munkába, akivel én több darabomat készítettem, nevesen Elsimon László, ugye József Attila díjas író költő, aki nagyon erőteljes, drámai erejű irodalmi betéteket írt bele. Aztán Pajor Patricia, Herman Anett, akikkel szintén rendszeresen dolgozunk együtt, ugye ők a jelmezeket tervezték, a színpadképet is én jegyzem, és egy kiváló fénytervező, akivel már dolgoztam együtt egy másik darabunk kapcsán, Járó Nabula fia, a Pillangóknak is ő a fénytervezője, hát ő a világ egyik legjelesebb kortárs táncszínházi fénytervezője, ő izraeli származású művész, úgyhogy vele is nagyon kiválóan tudtunk és tudunk együtt dolgozni. Egyébként Elsimon Lászlóra visszatérve, én nagyon örülök, hogy visszatér, ilyen értelemben is közénk, annál is inkább, mert az elmúlt esztendőben túlsványosan néhány szót váltottunk, nem erről konkrétan, viszont a romániai történésekről, a romániai holokausztról esett szó, illetve az erdélyiről pontosabban javítok magamon. És azt mondta, hogy ez kifejezetten érdekes, mert hogy mindenki másként éli meg ma. Tehát itt ez nagyon-nagyon fontos, hogy ti egy olyan üzenetet fogalmaztok meg, ami mindenki. Hát ez mindenkinek a tragédiája. Hát az emberiségnek nagyon sok hős tette és nagyszerű tette volt a világba, és mivel emberek vagyunk, hát nagyon komoly árnyoldalai is voltak, és talán a legsúlyosabb árnyoldala a holokauszt. Ugye én szoktam volt mondani, hogy két erő mozgatja a világot. Ez a két erő, és ebből gyökerezik le minden cselekedetünk és tettünk és világlátásunk. A szeretet, ez egy legerősebb erő, legyőz bármit, még ha pillanatnyilag nem is minden szituációba érezzük, a szeretet, és a félelem. És a félelemből adódik a harag, a gyűlölet, a kirekesztés, és még sorolhatnám. És itt, amikor a holokauszt történt, akkor a félelem kerekedett felül. Na most a minden igaz művészet a szeretetből fakad. Tehát ha gyógyítani akarunk, akkor az ellenpólussal kell gyógyítani. És ez a mű szeretetből született. Tehát a kapcsolódási pont nyilván a szeretet ebben az esetben, illetve a fájdalom megértése. És annak ha szeretet van, akkor a fájdalmat nagyon könnyű megérteni. Így van. Az esztétikai képzelet segítség mennyit jelent ez ebben az értelemben? Hiszen valóságos elképzelést alkothatunk, ha van esztétikai képzeletünk. És ráadásul ez ebben a kérdéskörben mindennél fontosabb. Igen, az esztétika nagyon fontos a művészetben, azon keresztül megy át az üzenet, közvetítődik az médium. De számomra az esztétika csak eszköz. Tehát az esztétika, ha csak esztétikai fenoménről beszélünk egy mű esetében, akkor az a küldetését nem teljesítette. Az esztétikai fenomén az mindig ugye közvetíti a belső és a lelki tartalmakat. Vagy intellektuálisan, vagy érzelmileg, de legjobb esetben mind a kettő
És ez a darab is, ugye nagyon fontos az esztétikai világa, mind a színpadképe, mind a koreográfia esztétikája maga, vagy a zene esztétikája maga, amik ugye itt egy összművészetként működnek együtt, de a legfontosabb, ezek mind eszközök csupán. Nagyon fontos eszközök, de eszközök. Az üzenet a fontos, illetve az a lelki tartalom, amiről mondottam, szavakban nem lehet, és én se tudok beszélni, mert akkor költő lennék, aki szavakkal operál, de én azt gondolom, hogy a legmélyebb dolgokat, azokat szavakkal nem lehet kifejezni. Nagyon fontos lesz majd nyilván a koreográfia táncos részén, hogy az irodalmi betétek miként kapcsolódnak ehhez. Szervesen. Tehát nem egy rátét, hanem szervesül a zenével és a koreográfiával. Nem annyira hangsúlyos, mint mondjuk az idézőjeleknél, amit ugye szintén Simon Lászlóval készítettem, ott végig az irodalmi szöveg dominál, és arra zene is ugye van benne, zeneivel szervesül, és arra készült a koreográfia. Itt jóval kevesebb az irodalmi szöveg, viszont annál erősebb és annál hatásosabb a darab bizonyos etapjaiba, jeleneteiben. De nem illusztráció, tehát ez a lényeges, hogy nem illusztrál az irodalmi szöveg, hanem szervesül a zene részévé válik. Ugye kiváló színművésszel dolgozunk megint együtt, Sarádi Zsoltal, a Vörösmarty Színház kiváló színművészével, és az ő hang, ő nagyon tud bánni a hangjával, tehát zeneként is értelmezhető. Ugye az irodalmi szövegnek is van egy dinamikája, egy ritmusa, tehát, és aztán arról most nem is beszélve, hogy ez a tartalom, ami költői nyelven, tehát nem egy informatikus információt közlő irodalmi szöveg, hanem egy költői gondolatok hangzanak el. És még egy művész nem mondtam, aki ugye nagyon kis szerepet kap ebbe a darabba, de lényeges szerepet, az Falvai Miklós, mert hiszen média munka is van benne a darab elején és a végén. De az egész darab egy szürreális látomás, mert erről nem is lehet másként beszélni, hiszen ez egy szürreális dolog, ami sajnos valóság volt, és egy szürreális vízió, egy erőteljes, megrázó katarzissal terhes, úgy mondjam, táncdráma, de mégis sodró lendületű. Tehát ha úgy veszem, hogy ez egy színházi élmény, ha elvonatkoztatok, már pedig nem lehet elvonatkoztatni a témától, önmagába véve is egy erőteljes, katartikus színházi élményt ad, mind a zenéje miatt, mind az irodalmi szövegek miatt, vagy a koreográfia miatt. Tehát ez több, sokkal több, mint állásfoglalás. Ez egyszerűen... Ez kinyilatkoztatás. Ez egy olyan kinyilatkoztatás, így van, amire nagyon nagy szükségünk van ebben a felgyorsult világban. Hát főleg a mai világban. Amikor elképesztő kétségek uralják a közéletet és a közbeszédet, nem különben. Miként fogadta a csapatod? Nagy kihívás, nagy öröm, hiszen kvalitásos művészekkel dolgozunk együtt. Drámai erejű színházi műről beszélünk, ahol az ő képességeiket, művészi képességeiket, nem csak a táncot, művészi képességeiket megmutathatják, és szerintem ők is fejhajtással tisztelegnek az áldozatok előtt, és az áldozatok emlékei előtt. Számukra is ez egy nagyon fontos bemutató mindenféle szempontból. Én azt figyeltem meg, és azt hiszem, hogy a táncszínház, illetve a balettszínház barátai is ugyanezt gondolják itt Székesfehérváron is, hogy íve van a balettszínház darabjainak most már. Tehát elindultatok egy olyan úton, ami alkalmas volt arra, hogy a nézők megszeressék a kortárs táncszínházat, és egyre mélyült ez. Tehát a szakadék, ha úgy tetszik, eltűnt, hidat építettetek, egy olyan hidat, amelyre most már egyre többen férnek fel, hála Istennek. És egy át olyan, is jönnek a túloldalra, és át is jönnek a túloldalra hozzánk, és egyre népesebb az a tábor, akik... Ez megerősít téged? Hát hogyne. Nagyon örülök, hogy ezt megemlítetted, mert ez volt a cél, és az mindig nagy öröm, hogyha a célt sikerül elérni. Persze itt nem olyan célok vannak, hogy most ilyen, meg olyan, meg amolyan eredményeket kell elérni. Mi folyamatosan fejlődünk, folyamatosan új utakat keresünk,
és folyamatosan építjük ezt a hidat a nézők és a balettszínház között, de egyébként most már elmondhatom, hogy annyian átjöttek a túloldalra, és folyamatosan jönnek át hozzánk, és hogy minden előadásunk Székesfehérváron és Budapesten is, és vagy a, ugye mert rendszeresen lépünk fel Nemzeti Táncszínházba is, mind a Vörösmarty Színházba, mind a Nemzeti Táncszínházba minden előadásunk telt házzal megy. Ez nagy öröm. Visszatérve a darabra, Grósz Sándor miként vélekedik erről az elképzelésről, ami aztán most már ugye egy teljes előadást ölt. Ő még nem látta a darabot, tehát és nagyon kíváncsian várja. Hát ő személyesen érintett, az ő családjában is vannak áldozatok. Nyilván mélyen és személyesen érinti a holokauszt. És hát az egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy bízik bennünk, és a művészi erőnkben, és a balettszínház művészi erejében, hogy méltó módon tudunk emlékezni és emlékeztetni. Tehát ez egy olyan tragédia, én azt gondolom, amit itt Székesfehérváron is, ahogy már a beszélgetésünk elején beszéltünk, nagyon sokan megéltek, de megértik-e egy ilyen táncszínházi darabból, egy kortárs táncszínházi darabból, miként vélekedsz arról a fiatalok? Hiszen mi hajlamosak vagyunk a művészet kedvelők számára előadni, megmutatni valamit, viszont egyre inkább, egyre több olyan darabra van szükség, és azt talán ez olyan lesz, ahol és amiből a fiatalok is megértik. Hát Grósz Sándor ugye azt mondta nekem, hogy Attila, azért olyan darabot csinálj, vagy csináljatok, amit azért mindenki meg fog érteni, mondtam. Andor, ne legyen félelmed, vagy ne legyenek kétségeid ezügyben, nem kell szövegkönyv hozzá. Mert én egyébként minden egyes darabom, cselekményes vagy cselekmény nélküli daraboknál azt nagyon fontos szempontnak tartom, hogy ne kelljen szövegkönyv, hanem önmagába véve magával vigye a darab a nézőket, és az üzenet átmenjen. Tehát itt is van természetesen egy vezérmotívum, egy vezércselekmény ennek a darabnak, amit nem szeretnék mondom le spoilerezni. Teljes mértékben érthető, mert azok a kollégáim vagy barátaim, akik megnézték, és nagyon őszinték, ők azt mondták, hogy abszolút tiszta és világos és érthető, és átjön az üzenet. Tehát az irodalmi betétek pedig nyilván követik ezt a koncepciót. Abszolút, hát mondom, ez egy abszolút szerves egészet alkot. Nem lehet különvenni se a táncot, se az irodalmi betéteket, vagy a médiamunkát, vagy a zenét. Ez egy egységként működik. Tehát a bemutató a Vörösmarty Színházban lesz. 19. Terbe vettétek-e, hogy utána elviszitek az országba számtalan helyre? Mert én azt gondolom, hogy ezt meg kell mutatni másutt is. Ez nem kétséges. Egy ilyen volumenű produkció azért készül, hogy minél többen láthassák, minél többet játszhassuk Székesfehérváron, ez egy elsődleges cél. Tárgyalunk a Művészetek Palotájával, és ígéretet kaptunk Kál Csaba igazgató úrtól, hogy mindenképpen a budapesti bemutatója ennek a produkciónak a MÜPÁ-ba lesz, tehát a Művészetek Palotájában, most még az időpontról folynak az egyeztetések. De hát az ős bemutató az itt van nálunk, Székesfehérváron, és aztán természetesen elkezdünk tárgyalni, ha már lesz róla anyag, képi anyag, hiszen tréler készül róla, videófelvétel, stb., hogy minél több helyre el tudjuk vinni. Olyan limitáltak azért a lehetőségek abból a szempontból, hogy olyan jellegű, olyan látványos azért a szenikája, tehát a színpadi világa, olyan zsinórmozgások vannak benne, hogy ezt nem minden játszóhely tudja biztosítani. Ezért kizárólag olyan városokba tudjuk elvinni, ahol komoly színház van, hasonló, mint a Vörösmarty Színház, ahol színpadra lehet állítani. No, hát én nagyon-nagyon várom, meg kell, hogy mondjam. És azt hiszem, hogy ezzel így van minden színházrajongó, minden balettszínház kedvelő. És hát azt kívánom, hogy akkor jó munkát ehhez. Egyik oldalról, a másik oldalról pedig, hogy minél több helyen mutassátok be valóban, mert ennél fontosabb a jelenben, én azt gondolom, a háború sújtotta világban nincsen. És azt hiszem, hogy a holokauszt 8. évfordulóján fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mi minden történhet velünk egy háborút követően, akár rossz gondolatok mentén. Pontosan.
Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok az egész nagyon társulatnak mindenestől. Kedves nézőink, Egerházi Attila volt a vendégem a fehérvári beszélgetésekben, hiszen a holokausz 80. évfordulója alkalmából Kövek címmel a Vörösmarty Színházban lesz a Balett Színház új bemutatója. Várjuk Önöket is, én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.